Akciódús kommandós tábor Győrújbaráton, bár a vakációig még 2 hónap van hátra, már most érdemes a szülőknek tájékozódni, hogy a gyerekek hol kapcsolódhassanak ki nyáron. Az infláció a táborozás költségeire is rányomta a bélyegét. Nagyjából 10-20% közötti áremelkedéssel számolhatnak a szülők. Ennek elsődleges oka, hogy a gyerekek étkeztetése, a bérleti díjak, az állatkerti múzeumi vagy strandbelépők díjai növekedtek, illetve az olyan alapanyagigényes táboroknál, mint mondjuk egy kézműves tábor, ott az alapanyagoknak az ára is növekedett. Viszont azt látjuk, hogy a táboros szektor nagyon példamutatóan jár ebben a tekintetben, ugyanis megpróbálnak egy arany középutat találni, olyan árakat megszabni, ahol ők már nem veszteséggel kell, hogy a szolgáltatást üzemeltessék, de még a családok számára, ha nem is könnyen, de kifizethetőek ezek az árak, szóval nem tesznek rá, ha úgy tetszik, extra profitot. Akár több 10 000 forintot spórolhatunk az áprilisban még érvényben lévő előfoglalással. A választék rendkívül széles, már most több mint 600 táborturnus foglalható. Február közepén indult el az előfoglalási szezon, úgyhogy azóta lehet jelentkezni a táborokra, és előre bocsátom, hogy ez az előfoglalási szezon ez nagyjából április közepéig, 20-áig tart a táborok többségében, amikor még olcsóbban, kedvezőbb áron 5-10-15%-kal mérsékeltebb díjakon lehet táborokat foglalni a szülőknek, úgyhogy aki még nem foglalhat a nyárra, annak érdemes minél előbb ezt megtenni. Annak ellenére, hogy növekedtek az árak, a családok mégis tudnak tábort foglalni a gyermekeiknek. Ennek egyrészt oka az előfoglalási kedvezmények adta lehetőség. A kínálat az hatalmas, szóval számszerűleg nálunk a táborfigyelőnél közel 700 ellenőrzött táborturnus közül tudnak választani a szülők, de a tematikát tekintve is nagyon széles a kínálat. Van például nálunk állatkerti tábor, tanyásgazda tábor, görkorcsolya tábor, robotika tábor, de a kaland, filmes, kézműves sporttémákból is lehet választani, sőt, akad kiképző tábor, dróntábor, horgásztábor, vagy éppen brókernek és tőzsdecápának is tanulhatnak a gyerekek, sőt, például a Juventus foci csapatnak a magyarországi tábora is elérhető a táborfigyelőn, úgyhogy van bőven miből választani, csak arra biztatnám a szülőket, hogy minél előbb tegyék meg a táborfoglalást. A táborfigyelő portál szakemberei szerint az árak emelkedése ellenére a kereslet továbbra is erős maradt. A szülők fontosnak tartják, hogy gyermekeik élményekben gazdag nyarat töltsenek el. Most a szülők azzal kalkulálhatnak, hogy egy napközis tábornak az átlagára 45 000 forint lesz, míg 70 000 forint magasságában lesz az ott alvós táboroknak az átlagos költsége. Ezek előzetes adatok némiképp változhatnak, de nagyjából ezzel kalkulálhatnak a szülők. Azt tudni kell, hogy az árolló a táborok piacán az nagyon széles. Van nálunk a táborfigyelőnél olyan ott alvós tábor, akivel több mint 10 éve dolgozunk együtt, és nagyon szeretik a gyerekek, és 38 000 forintba kerül, de van olyan táborunk is, ami több mint 300 000 forint egy turnusra. Viszont én annyit javasolnék csak a szülőknek, hogy ha lehet, akkor ne csak ár alapján, hanem ár érték alapján válasszunk tábort. Ugye attól lesz értékes egy vakációs lehetőség, hogy minél több aktív programja van, minél több élmény és impulzus éri a gyerekeket, ekkor fogják igazán jól érezni magukat. Azzal is kalkulálni kell, hogy az olcsóbb, vagy éppen a gyerekek körében népszerű menő táborok gyorsan betelnek, ezért érdemes időben kiválasztani és jelentkezni a megfelelő turnusra.